Jövőm nagyon szép rét, hát egymást érik. Az erdők sem rosszak. Nem tudom, hogy lesz-e még rá alkalom, úgyhogy inkább most megmutatom. Ez a molyhos nyír. De a miénkénél hidegebb éghajlatot kedveli, viszont itt az őrségben még el van. De sok helyen Észak-Európában, főleg Skandináviában ez uralkodó faj, ez a fajta nyír, sőt Izlandon a fő erdőalkotó faj, a molyhos nyír. Egyébként tényleg, hogy sétálok itt, tisztára olyan, mintha valahol fenn sarkvidéken lennék, vagy hát minimum Észak-Európában, mert ez a kis fenyves ezekkel a nyírekkel. Elég jól néz ki. Ez a sok pangóvíz is, mondjuk Svédországra emlékeztet engem. Ez itt fogalmam sincs mi. Mindjárt megvizsgáljuk. Hát valami kavics bányának nézem, de hát elég messze van mindentől. Na de elvileg a térkép alatt itt jelöli a halomsírokat. Hát jó kérdés. Na jó, ennél tovább nem nagyon megyek. De elhiszem, hogy valahol itt vannak. De hát nyilván, mivel közel 2000 éves sírokról beszélünk, nem úgy kell képzelni, hogy egy szép, szabályos kúp vagy domb rajta egy felirattal, hogy halomsír. Aztán van, amelyikből fák nőnek ki, talán az összesből. Igazából a kalandvágy azt mondhatja meg, hogy menjek itt az út nélkül is semmibe tovább. De egyébként meg sietnem kéne, már csak az esőfelhők miatt is. De fasz ez az erdő. És milyen csend van. Mondjuk a madarakat nem számítva. Meg sem moccan az idő. Ez egy nagyon jó hely. Ebben a pillanatban keresztezem újra az alát. Most már nagyon közel vagyok a forráshoz. És főleg ezen az oldalon látszik, hogy itt gyakorlatilag hát nem úgy folyó, nem úgy patak, nem úgy ér. Hát csermely, vagy még mi van. Itt gyakorlatilag panga víz. Kíváncsi vagyok, hogy kicsit közelebb a forráshoz, hogy fog kinézni. Egyébként tényleg olyan csönd van, hogy kedvem támad suttogni. Aztán persze majd nem tudom, hogy a végeredmény hogy fog kinézni, tehát mennyire lesz hallható, amit mondok. Nem tudom, majd kiderül.
De fasz a hely. De igen. Arra nem megyünk. Mármint arra. És az útról nem térünk le. Hát az ember tök hülye az egészhez, mármint a természetvédelemhez, meg egyáltalán a természethez. Talán még akkor is feltűnik neki, hogy ez az elég különleges hely. Rengetegféle virág, muhák, kis páfrányok, tenyves erdő, lombos erdő, láp, rétek, láprétek, kis patakok, tehát feltételezhető, hogy elég gazdag az élővilág, és természetesen az is. Úgyhogy nem véletlen volt az előbb ez a tábla sem. Na de akkor néhány szót a fekete tóról, vagy fekete lápról. Hát nem véletlenül úgy beszélek róla, hogy nem mutatom meg. Nagyon szívesen megnézném, de az a helyzet vele kapcsolatban, hogy Magyarország egyik legkülönlegesebb és legvédettebb természeti értéke. Úgyhogy senkinek nem tanácsos közelébe menni. Bármennyire is jól néz ki. Eleve körbe van kerítve, és tilos a bemenetel természetesen, csak is engedéllyel és kísérővel, hát azt meg gondolom bárki nem kap. De egyébként nagyon helyes, hogy el van zárva Isten barmai elől, mert tudja, mit csinálnának ott is. De egyébként egy jégkorszaki, vagy jégkorszak utáról maradt lápról van szó. Egészen a 18. századig, hát majdnem a 19-ig még rendelkezett egybefüggő víz felülettel, most már csak egy láp. Viszont nem csak ez a különlegessége, hanem a növény világa is, az is a jégkorszak utáni időkből maradt itt. Hát annak idején még egész sok ehhez hasonló kis tó, vagy lápvidék volt Magyarországon is, a mai Magyarország területe. Csak ugye, hogy melegedett az éghajlat, ezek egyre éjszakabbra húzódtak. Viszont ez a fekete tó valahogy még így túlélte az őrségben. Ezért is különleges. És hát nyilván olyan növények élnek ott, amik egyébként máshol Magyarországon nem, vagy csak nagyon ritkán fordulnak elő. Ugye egy egyszerű térképpel, papírtérképpel oda lehet találni bárkinek, bár állítólag nehezen járható az út, de én nem javaslom. Tiszteljük már a természetet ennyire. Fekete tóhoz, mint minden láphoz vagy mocsárhoz természetesen sok legenda és mendemonda fűződik. Az egyik leghíresebb, egy elsüllyedt templomról szól. Még úgy történt, állítólag ez eset, hogy tóhelyén valahogy egy templom állt, és a karácsonyi miséről elkésett egy asszony, illetve késve érkezett, és azt mondta magában, hogy nekül süllednem a szégyentül, bár csak süllednem el a templom. Nem biztos, hogy így mondta. De mindegy, az a lényeg, hogy elsüllyedt az asszony is, meg a templom is. És azóta minden karácsonykor, karácsony éjfélkor csengettyű szó hallatszik a láp mélyéről. Hát nyilván nem valószínű, hogy így történt. Viszont állatok és emberek már vesztek oda a mocsárban.
Ez még nem hiányzott annyira. Egyébként, ha már a bentvidékes videómban azt mondtam, hogy bentvidék az egyik legnyugodtabb hely, ahol valahol voltam, akkor erre nem tudom mit mondjak, tehát erre már milyen jelző illik. Tehát tényleg kilométerek óta semmi ember, semmi mozgás, semmilyen különösebb infrastruktúra, jó az utat leszámítva, meg a jelzéseket. De hát szemlátomást végtelen erdők, hangulatos kis rétekkel, és tényleg sehol semmi nyoma semmi civilizációnak. De az előbb is azt hittem, hogy vaddisznót látok, most már figyelek rájuk. Egyébként most, mióta összefutottam velük, már annyira nem tartom nyugodtnak a helyet, legalábbis. Én nem vagyok olyan nyugodt. Rájöttem, hogy kicsit zajongalom kéne. Nem csak úgy élvezni a csöndet, aztán sétálgatni. De talán nem lesz összetűzés. Na kérem, ebben a pillanatban szlovén-magyar határon, az ott már Szlovénia, ez még Magyarország, és íme a határkövek. Egyébként van a közelben egy határkő park. Igazából azt keresem. Elvileg itt lesz valahol. Ezek amúgy teljesen úgy néznek ki, mint amely lövészárkok lennének, vagy lettek volna. Meg is kupizom. Aha, ezt tudja, hogy az. Itt végig kanyarog. Ja, hát ez nem valami száraz árok, ez egy lövészárok. Egyet remélek, hogy aknák nincsenek. És hogy ez, ami most csöpög, ez nem eső. Faszra lehetett ilyeneket ásni naposszat, meg gubbasztani benne télen-nyáron. De hát ugye politikát az ilyesmi nem érdekli. Nagyszerű. Tehát már csak 1 kilométer, és hát szeszélyes az idő, de talán egyelőre még az esőt is megúszom. Na tessék, tudtam, hogy itt van valahol, csak azt nem, hogy hol. Viszont hát itt most mit évő legyek, úgy őszintén. Nyomsáv 5 méterre. Valaki szellemes volt nagyon. Sok értelme volt összefirkálni. Kemény legénynek. Hát én csak-csak bemegyek. Legalábbis
mit mond, 5 méter, akkor mondjuk eddig a drótkerítésig. Tovább nem, hogy baj legyen. Nagy kis műszaki zárimitáció. Hát a vasfüggönyről magáról beszéltem már a határjárás Vendvidéken videómban, és hogy most újra arra külön nem térnék ki, akit érdekel, nézze meg. Ugyanis ott is elég sokat haladok a határon. Na jó, hát most békeidőben ez egy tök jó hely lehet, de most nem megyek tovább. Kemény legény volt ez a Grósz Károly, mit nem mondjak. Na, úgyhogy határkőpark ez volna. Majd legközelebb tüzetesetben is megvizsgálom. Nem tudom, mennyire látszik, jól látszik. Sárga hasú unka, ez a béka. És a legtöbb béka brekeg, az unka unkog. De tényleg, hát ha valaki hallja, és persze tudja, hogy mit hall, az unkogás. Nem brekegés, unkogás. Az erség egyébként egyike azon kevés tájaknak, ahol a fenyő őshonos, úgyhogy nem véletlen ez a sok fenyőerdő erre felé. Tehát itt nem úgy szólt a nóta, hogy a 60-as években ide telepítették, és elszaporodott, hanem eleve őshonos volt. Ráadásul ez nem is a fekete fenyő, amivel ugye telepítgettek 60-as években, hanem erdei fenyő. Na, itt a búcsú ideje. Remélem tetszett a videó, és valami átment abból a hangulatból, ami itt honol, az itteni erdőkön és mezőkön. Szerintem megéri ide eljönni. Mondjuk tudom, mindenhol ezt mondom. Tehát mindenhova megéri elmenni. Főleg, ahol még nem voltunk. Na, mindegy. Az erdő legyen mindenkivel. Sziasztok!